Üdvözlök mindenkit! Ezúttal egy bemutató videóval szeretnék nektek betekintést nyújtani. Ezúttal az archeológiát. Nos, említettem már, hogy van ez a szakma, és ez egy olyan szakma, amit bárki fel tud venni, ugyanúgy, mint a fishinget vagy a cookingot, és eléggé hasznos dolgokat lehet belőle összeszedni. Muntoktól kezdve, itemekig, minden. Már láttam is egy olyan embert, aki hirdetett egy kétkezes Epic Sword-ot ilyen hamar. Meg is lepődtem rajta. Nagyon sok időt kell hozzá befektetni. Na de mindegy. Kezdjük azzal, hogy ezt a profot Orgrimmarba is meg tudjuk tanulni. Én mondjuk onnan tudom, hogy ott hol kell. Itt Valley of Strange közepén ebbe a nagy épületbe. Van egy Blood Elf trailer, ő tanítja meg. És kapunk 2 ikont. Van maga az archeológia és van a ásás keresése. Na és ez az egész egyébként úgy működik, hogy ha megnyugtuk a mapet, akkor bizonyos területeken ilyen kis ásókat látunk, ilyen ikonos ásókat. Itt is. Mondjuk itt nem tudom, mert egyébként eléggé röhelyesen van megcsinálva, hogy alacsony szinten már egyszer Uldumban voltam, és az volt az első húzásom. Mert úgy kéne működnie, hogy a skillhez képest olyan playfieldre is visz. Ha alacsony, akkor ilyen duratár, meg ilyen hasonlók. Na mindegy, nem ez a lényeg. Na és hogyha megnyitjuk az archeológiát, akkor itt látjuk azt, hogy milyen frakcióknál vannak ezek a ásatások. Ha keressük is a itemet, akkor nem az invertoringba fogja eltárolni, hanem itt fogjuk látni az, hogy mennyi van belőle. Nem egyesével kapjuk, mindig változó. És hogyha megvan mondjuk nekem itt per például a 21/45, ha megvan nekem a 45 darab, akkor tudok csinálni egy common itemt, az a szürkét. Na de most a legtöbb dolog, a legtöbb tárgy az egy szemétnek tűnik benne, de higgyétek el, nagyon-nagyon érdemes ezt húzni, és ezt lehet egyébként tápolni. Na most ezt a tápolást úgy lehet csinálni, hogyha csinálod folyamatosan itt a keresést az ásatásoknál, akkor kaphatsz egy olyan segítséget is, egy olyan lootot is kapsz a régészet mellett, hogyha találsz valamit, amit be tudsz ide tenni. Egy ilyen hieroglifa, ahogy olvasom, igen, amit el tudsz tenni a táskádba, rákattintasz, és akkor plusz skillt is kap az egész dolog, plusz nem tudom, valamennyit ki fog írni. Na, a másik dolog, hogy ezért nagyon-nagyon szép XP-t tudsz kapni, hogyha ezt a szakmát húzod, hogyha még nem vagy 85-ös szintű, akkor egyúttal szépen húzod vele azért is, a profot, és nagyon szépen tudsz vele fejlődni is. És hasznos tényleg. Muntoktól kezdve egy csontvázdínót lehet kapni, kis petet, mindenféle hasznos dolgokat. Fanitemeket is. Na nézzük, hogy ez hogy működik. Ugyebár most itt van a kis ásó, én itt vagyok, a zsarába, és az ásónak a helye, hogyha jobban rámenjünk a playfieldre, akkor itt mutatja ez a piros karika. Na, szállunk a földre, és van ez az ásó ikon, nekem nullám van. Megjelenik ez a kis tájoló. A piros szín azt jelzi, hogy milyen messze van tőlünk az item, a távcső, a távjelolónak a iránya pedig az, hogy merre fele van, merre fele található. Minél közelebb érek, most sárgának kéne először lenni, hogy ezt szépen így be tudja mutatni, akkor egyre közelebb, ha zöld, akkor már nagyon közel vagyok, akkor ilyen kis harasznyi lépésekbe menjek. Az a lényeg. Még egy pici. Még egy pici. És itt is van Night Elf. Kaptam is 5500 XP-t. Megkaptam, 5 darabot kaptam Night Elfek közül. És tessék, 35-et össze kell szednem, és kapok egy common itemet. Még ez is szürke lesz. Hát persze, mert még nekem is alap a szakma.
piros színű. Ilyenkor lehet mutrolni, még a sárgánál is. És itt most többet lehet menni. És figyeljétek a térképet, hogy ne menjetek ki a zónából, mert fölösleges utazást, mondom, ti se szeretnétek megtenni. Tesszük ide. Aha, na itt a sárga, még egy kicsit mutrolunk és bemegyünk ide. És valahol itt lesz, na, vissza. Még egy picit. Itt is van. Nagyjából ennyi a lényege. Ezt szépen megcsináljátok, és akkor gazdag lootban lesz részetek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, sziasztok!